Ülési határozati javaslat alapján egyedül tud jelöltet állítani, de nem tud választani. A választáshoz több kell. Az kétségtelen, ez így igaz. A KDNP itt van, megkapta a kétharmadot. Most képviselő úr azt az állapotot kifogásolja, ami tizenvalahány éven keresztül volt, hogy az ellenzék képes volt jelöltet állítani, de nem volt képes választani. Én akkor is bennültem ebbe a bizottságba, amikor a Horn kormány idején 4 ellenzéki képviselő volt a jelölőbizottságban, és 2 darab kormánypárti, annak ellenére, hogy a 2 kormánypárti között az országgyűlés 72%-a állt, és a 4 ellenzéki között összesen volt 28%. Tehát új törvény, új helyzet, nem a Fidesz egyedül, a kormányoldal tud alkotmánybíróságot létrehozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most 2 perces hozzászólásra Lampett Monika képviselőasszonynak adom meg a szót, az MSZP képviselőcsoportjából. Képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Rubovszki képviselő úr azt mondta, hogy új helyzet, új törvény. Én ezt kiegészítem azzal, hogy új helyzet, új törvény, új álláspont. Ugyanis önök, amikor ellenzékben voltak, akkor nagyon szerették ezt a szabályt, ezt az ellenzéki vétójogot nagyon szerették, és éltek is vele. Úgyhogy, hogy a gyakorlatban nem tudott jól működni ez a törvény, ebben az önök felelőssége nagyon vaskosan benne van. Ami pedig azt a kritikát illeti, amit képviselő úr elmondott, hogy én az előző már elfogadott alkotmánymódosításról és törvénymódosításról beszéltem, ez kétségtelen, hiszen az alapozza meg az álláspontunkat. Ezt a levezetést azért voltam kénytelen elmondani, és nem csak a jegyzőkönyv számára, hanem a nyilvánosságnak is, hogy akik figyelemmel kísérik az országgyűlés munkáját, akiknek fontos az, hogy az alkotmánybírók valóban pártpolitikai befolyástól mentesen végezhessék a munkájukat, és ennek a gyökere azért persze a megválasztás módjában van, azok lássák és értsék, hogy nincsen alkotmányos garancia. És nem csak az a garancia, ami a korábban hatályos törvényben volt, hogy a jelölésnél kvázi vétójoga van az ellenzéknek, hanem lehetett volna más alkotmányos garanciát is beépíteni, ami nem írja fölül a kétharmados többség döntési kompetenciáját. Senki nem vitatja azt, hogy demokratikus választásokon a mostani kormánykoalíció, a Fidesz és a KDNP kétharmados többséggel rendelkezik. Ezt senki nem vonja kétségbe. Mindösszesen arra keresünk mi megoldást, hogy hogyan lehetne ehhez a döntési kompetenciához a jelölés folyamatában olyan garanciális elemeket megfogalmazni az alkotmányba, ami kielégíti azt az igényt, amit nem csak az ellenzéki frakciók, hanem Sólyom köztársasági elnök úr is megfogalmazott. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen, képviselő asszony, most ugyancsak 2 perces hozzászólásra Gaudi Nagy Tamás képviselő úrnak adom meg a szót a Jobbik képviselőcsoportjából. Képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát Rubovszki képviselőtársunk nagyon megnyugtatott, bevallom őszintén, álmatlan éjszakáim voltak eddig amiatt, hogy a Fidesz valójában tényleg egyedül befolyásolhatja az alkotmány sorsát Magyarországon, de hát most megtudtuk, egy óriási fék és ellensúly jelentkezik a KDNP személyében, úgyhogy ezzel mindjárt úgy gondolom, hogy tökéletes alkotmányosság olyan garanciáit látjuk ezzel megvalósulni, hogy nem hiszem, hogy egyáltalán kell bármilyen más jogi eszköz keresnünk a alkotmányok igen széles nemzetközi tárházában, hogy megfelelő ellensúlyt találjunk. Például megfelelő ellensúly lett volna az, ha valóban nem rúgják föl azt a szabályt, amire egyébként Lampert képviselőasszony utalt, amely a jelölési rendszernek egy olyan rendszerét működtették volna, vagy alakították volna ki, amelyben tényleges és valódi beleszólási lehetőséget kapott volna az ellenzék az alkotmánybírák jelölésébe, amely azért ne bagatellizáljuk el a dolgot, a legfőbb alkotmányvédő szerv, és ha és amennyiben diszfunkciók jellemzik az alkotmánybíróság működését, azaz nem végzi el tisztességgel, becsülettel, szakmai alapon, alkotmányvédő szemlélettel a hatályos jogszabályok, az elfogadott jogszabályok szűrését, és ezt a köztársasági elnök se biztos, hogy olyan hevülettel fogja végezni, mint a jelenlegi köztársasági elnök, hiszen hallottuk Schmidt-Pál köztársasági elnök úrtól, most már nem is jelölt úrtól, köztársasági elnök úrtól, aki már 9-én vagy augusztustól lesz köztársasági elnök, hogy
lényegében ő nem nagyon kíván itt komoly akadályokat gördíteni a gyors törvényhozási munka elé. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon komoly eszközöket kellene keresgélni, és hát én nem látom egyelőre azt, hogy a KDNP léte és működése. Egyébként nagyon sok megbecsült és tisztességes szakember és elkötelezett nemzeti keresztény politikus ül a KDNP soraiban, de az eddigi működés során nem észleltük azt, hogy nagyon keményen kiálltak volna azon alkotmány korlátozó jogszabályok ellen, amelyeket eddig az elmúlt két hónapban hozott a tisztelt ház az önök közreműködésével. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most ugyancsak két perces hozzászólást a Bárándi Gergely képviselő úrnak adom meg a szót az MSZP képviselőcsoportjának. Köszönöm képviselő. A szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Lehet persze erről a javaslatról szakmai vitát folytatni, csak nem érdemes. Én azt gondolom, hogy most a vita ezen szakaszában is, úgy, ahogy korábban, és úgy, ahogy ha erről szó lesz még később, akkor is ki kell mondani, hogy ez a javaslat nem értelmezhető másként, csak egy folyamat részeként. Annak a folyamatnak a részeként értelmezhető, ami arról szól, hogy a Fidesz mindenhova a saját embereit tudja beültetni minden fontosabb közjogi pozícióba, anélkül, hogy ebbe egyébként az ellenzéknek bármilyen beleszólása lenne. Arról szól, amiről az állami számvevőszék elnökének a megválasztása szólt, arról szól, ami az OVB tagok mandátum lejárta előtti kicseréléséről szóló törvényjavaslat, és ennek a részeként értelmezhető a most előttünk fekvő javaslat. Lehet ezt jobbról nézni, lehet ezt balról nézni, lehet kritizálni a korábbi folyamatokat, a korábbi rendszert, lehet kritizálni azt, hogy mi a módosító javaslatokat érdemes volna megfontolni, vagy nem. Tehát lehet beszélni szakmailag róla, csak nem érdemes, tisztelt képviselőtársaim. Én úgy hiszem, hogy egyenesen, és itt az országgyűlés plenáris ülésén ki kell azt mondani, hogy ez nem egy szakmai javaslat, ez egyetlen egyről szól, hogy Orbán Viktor és a Fidesz a saját képére alakítsa a magyar államrendet, mind strukturális szempontból, mind pedig a fontosabb közjogi pozíciót betöltő személyek kinevezését tekintve, és azt gondolom, hogy ez ennek a törvényjavaslatnak a lényege, és nem pedig más. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most ugyancsak két perces hozzászólásra Rubovszki György képviselő úrnak adom meg a szót a Keresztény Demokrata Néppárt képviselőcsoportjába. Képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, két megjegyzésem lenne. Gaudi Nagy Tamásnak mondanom, hogy nem megnyugtatásként közöltem, hogy a KDNP-re szüksége van a Fidesznek, hanem képviselőtársának a nyilatkozatát tettem helyre, aki azt mondta, hogy még a KDNP-re se kell ahhoz, hogy a Fidesz alkotmánybírót válaszol. Ez egy tárgyi tévedés, nagyon szellemes volt a hozzászólás, csak éppen semmi köze a történésekhez. Amit viszont most szeretnék a legutóbbi felszólaláshoz, Bárándi Gergely felszólalásához mondani. Kétségtelen, hogy ebben az esetben a kormánypártok élnek a kétharmados lehetőségükkel, de azt egyenes úton és nyíltan teszik. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban már fölmerült és egyszer elhangzott itt a házba, hogy a szocialisták odáig elmentek, hogy egyességet kötöttek a jelölésbe, és a választásnál meg az egyességet megszegték. Hát ezt a becstelen módot azt hiszem jobb elhallgatni, és ilyen múlttal azt hiszem nem érdemes hozzászólni. Köszönöm. Most már legalább nem lehet jelölni. Kétségtelen. Tisztelettel! Na jó. Köszönöm szépen. Visszatérünk az előre bejelentkezett felszólalók felszólalásához. Most Schiffer András képviselő úrnak adom meg a szót az LMP képviselő csoportjából. Képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Mielőtt a konkrét határozati javaslatra rátérnék, én azért emlékeztetnék arra, és elsősorban Rubovszki képviselő urat, hogy itt a nemrégiben a miniszterelnök úr az egyik szózata után elmondta egy hozzászólásában, hogy együttműködést kér többek között a cinizmus elleni küzdelemben is. Akkor, amikor itt önök azért gondolják, hogy itt valójában egy többpárti egyetértés lesz, mert a Fidesz együttműködik a KDNP-vel, akkor, kedves Rubovszki képviselő úr, amikor ön azt mondja, hogy a társadalmi egyeztetésnek vége volt
2010. április 11-én, akkor nagy tisztelettel megkérdezem, nem éppen egy cinikus magatartással állunk-e szembe? Valójában ez a határozati javaslat ugye kötve van ahhoz a törvénymódosítás csomaghoz, ami megszületett a múlt héten. Viszont itt is lenne lehetőség arra, hogyha önök komolyan vennék a nemzeti együttműködést, és ez nem egy puszta szólam lenne, nem a Fidesz-KDNP pártszövetségen belüli együttműködést akarná, hogy kísérletet tegyenek arra, hogy ha már nem paritásos ez a jelölőbizottság, akkor ezen belül egy olyan megállapodás kerekedjen ki, ami valóban alkalmas arra, hogy ne egyetlen pártszövetség hívei kerüljenek be az Alkotmánybíróságba. Mielőtt erre konkrétan rátérnék, jó volna föleleveníteni azt, hogy egyáltalán mi végre van szükség egy független intézményre. Önök arra is nagy kedvel hivatkoztak itt az elmúlt napokban, hetekben, hogy az önök több mint kétharmados többségében a népakarat és az igazság és hasonló magasztos dolgok mutatkoznak meg. Én viszont önökkel szemben úgy gondolom, hogy egy totális rendszert, egy pártállami rendszert egy demokratikus jogállamtól azt különböztet meg, hogy egy demokratikus jogállamban nem csak kétharmados többséget, akár 100%-os többséget is lehet szerezni. A kettő között az a különbség, hogy egy demokratikus jogállamban még ha 90 vagy 100%-ot is szerez egy pártszövetség, akkor sincsen korlátlan hatalma. Akkor is a hatalmát korlátozzák különböző jogelvek, különböző független intézmények, különböző eljárási garanciák. Önök viszont az éppen hogy kétharmados többségükkel ezeknek a fékeknek, garanciáknak a félretételére esküdtek fel, ha jól olvasom az önök javaslatait. Tudnélik, egy alkotmánybíróságnak mindig annyira intaktnak kell lennie, hogy ellen tudjon állni az éppen aktuális parlamenti többség akaratának. Az a megoldás, ami eddig hatályban volt, valóban szerencsétlen dolgokhoz vezetett, egyszerűen azért, mert az eddigi alkotmányos szabályt sem önök, sem a korábbi kormány oldal nem rendeltetésszerűen használta. Az, hogy paritásos bizottság van, illetve most már nincsen, de az, hogy a pártok megegyezésre vannak kényszerítve, és tényleg nagyon kérem Dubovszky képviselő urat, ne játszunk azzal, hogy itt önök, ha éppen olyan kedvük van, akkor önök egyetlen pártszövetség, akikben az igazság megmutatkozik, ha pedig arról van szó, eljátsszák azt, hogy itt két különálló pártról van szó. Nem erről van szó, egyetlen pártszövetség egy listán nyerte el a megfelelő választói támogatást közös jelöltekkel. Annak, hogy megegyezésre vannak kényszerítve, az az előnye, hogyha szemben az elmúlt 20 év gyakorlatával valóban nem pártkatonákat keresünk, hanem megfelelő szakembereket, akiknek a szakértelmében senki nem kételkedik, akkor van esély arra, hogy egy független jogintézmény maradjon fenn továbbra is. Viszont az eddigi gyakorlat valóban ugye azt mutatta, hogy itt nem arra történt kísérlet a két oldal, az MSZP-SZDSZ és a Fidesz-KDNP között, hogy találjanak olyan független jogászokat, pártfüggetlen jogászokat, akik lehet, hogy eltérő jogpolitikai felfogást képviselnek, de mentesek a pártbefolyástól, nem ezt tették, hanem megpróbáltak egyet ide, egyet oda alapon osztozni az alkotmánybírókon. Ezt a gyakorlatot valóban meg kell szüntetni. De föladni azt, hogy egy kiváltképp független intézmény esetében a pártpolitikai befolyásnak az árnyéka se vetődjön fel, merüljön fel, ez azt gondolom egyet jelent azzal ennek a feladása, hogy önök pártintézményként kívánják működtetni az Alkotmánybíróságot is. Itt tudnilik arról van szó, hogy akármilyen nagy többséget szereznek, mindig egy alkotmánybíróság az ilyen független intézmények esetében mindig törekedni kell arra, hogy a lehető legnagyobb konszenzust érjük el az érintett személyek kiválasztásánál. Éppen ezért én továbbra is javasolnám azt, hogy ha már az alkotmányt és az alkotmánybírósági törvényt így módosította a kétharmados többség, a jelölté válásnál törekedjünk arra, hogy az elérhető legnagyobb többséggel álljon elő ez az eseti bizottság az országgyűlés elé. A szeméről úgyis a kétharmad fog dönteni. Magyarul legalább ebben a bizottságban tegyen kísérletet arra a kétharmados többség, hogy legalább egy